Festett kis csengettyűk, csészék és még sok más dekoráció készül karácsony előtt egy soproni porcelán festőműhelyben. A dekorációk stílusa nagyon változó, a tradicionális motivumok mellett idén a romantikus és régi időkre jellemző jegyek is megjelennek. Jellegzetes karácsonyi hangulatot árad szerintem, és hát a munkafolyamat az mindig úgy történik, hogy felviszek egy színt, és arra többször rámegyek. Előfordul, hogy másnap újra kézbe veszem, és úgy látom, hogy még dolgoznom kell rajta. Tehát igazából meghatározni sosem tudom, hogy mennyi idő alatt készül el. A termékeket egyébként 720 fokon égetem, és ezáltal kapja meg azt az élénkségét, és életre kelnek ezek a színek, megkapja a fényét. Karácsony közeletével egyre több dekoráció és kisebb ajándék készül ebben a soproni porcelán festőműhelyben. A munkafolyamat az mindig a szellemi munkával kezdődik, amikor megtervezi az ember a dekort, és utána felrajzolom porcelánra. És akkor, ahogy haladunk a színekkel, úgy több árnyalatban tudunk dolgozni. Általában három fázisban készül el egy dekor, alapozok, satírozok, árnyékolok, de mintától függően, illetve dekor stílusától függően. Itt ennél a dekornál például inkább a természetességre törekedtem, tehát azért nem annyira vettem figyelembe ezt a hármas egységet, ugye, hogy satírozunk, árnyékolunk, alapozunk. Porfestékkel dolgozom, és ez is a tradicionális alapanyagok, professzionális alapanyagok. Ilona több mint 20 évvel ezelőtt kezdte el önállóan űzni ezt a szakmát, azóta is tele van ötlettel. Az indulás a szakmámnak általános iskolás koromban kezdődött, amikor a rajztanárom úgy gondolta, hogy valamilyen kreatív irányba induljon el a pályaválasztásom. És mivel Veszprém megyei vagyok, ezért közelinek tűnt a herendi porcelán manufaktúrában, illetve annak a szakmai oktatásában részt venni. És itt kerültem porcelánfestő tanulóként Herendre, ahol utána pedig éveket még ott dolgoztam. Önálló döntés volt, hogy valahogy egy kicsit többet kihozni a szakmai tudásomból. Mindig volt egy vágyam arra, hogy több rétű stílusában több dekort fessek, tervezhessek, és úgy láttam, hogy ennek a megvalósítása csak abban az irányban fog elindulni, hogyha önálló munkát kezdek, és több mint 20 évvel ezelőtt tettem azt az irányt, amikor elkezdtem önálló tevékenységként folytatni ezt a szakmát. Első munkái még szorosan az ékszerkészítéshez kapcsolódtak, de idővel kiszélesedett a paletta. A dekorok egyébként alkalmazkodnak a forma, a porcelán tárgy formájához. Tehát mindig a tárgy adja meg azt az irányt, amire elkezdek tervezni egy dekort, de stílusában nagyon sok technikát kipróbáltam már, olyat is, ami nem éppen a porcelánfestési technikában alkalmazható, viszont én kíváncsiságból olyan technikákat próbáltam meg, amit végülis kiderült, hogy igazából jól működik. Máig nagy szeretettel, kreativitással végzi munkáját, és mindig nyitott az újdonságokra. Szeretem a tradicionális dekorokat megtartani, tehát a porcelán festésnek az alapja, az nagyon fontos számomra, hogy ez megmaradjon. És ezen kívül pedig a keleti kultúra vonz, ami ugye a porcelán eredete, ahonnan indult Kína, Japán, tehát azokat a dekorokat szívesen alkalmazom, de emellett kipróbáltam már a tájjellegű népviseleti, viseleti dekorokat, amik ugye
népviseleti hímzéseken jelennek meg. Én ezt egy kicsit innovatív módon megjelenítem a porcelánokon is. Idén mind a lakásdekorációban, mind a karácsonyi színvilágban megjelennek a régi minták és formák. Visszajött a piros és a zöld a díszítésben. Az adventi időszakban a lakásdekorációban megjelenhet már ilyenkor a csengettyűk, díszként ki lehet tenni, ugye dekorként, és ugye hát ez lesz majd az angyalhívó. Ez például ez a csengő, itt a dekor, ez már a nosztalgia jegyében készült. Ugye az idén nagyon hasznosan bekerült a lakásokba ez a stílus. De akár felkerülhet a karácsonyfa díszítéskor is a porcelán, és egyszerű megjelenésével tiszta, letisztult arany és a porcelán alapanyaga elegánssá teszi a lakást. És ha a karácsonyi reggelizés, kávézás az első reggelen, akkor lehet használni ugye ezekkel a dekorokkal megterített asztalokat. A porcelán készítése és festése a keleti kultúrából származik, így a dekorációk stílusa gyakran a tradicionális motivumokat tükrözi. Idén azonban a romantikus és a régi időkre jellemző jegyek is színesítik a dekorációkat, rajzokat és grafikákat.